A szexualitás magánügy, pornográf, deviánsok, abnormalitás. Most be fogok mutatni 5 fényképet. Itt látható az első, egyértelműen látható, hogy gyermek szerepel a képen. A következő. Természetesen ott, ahol gyermekek arca látható, azt kihomályosítottuk. Az eredeti képeket a feljelentésben már eljuttattam a rendőrséghez. Ha jól emlékszem, ez a... Igen. Igen. Ez. Amit én a legfelháborítóbbnak tartottam. Kik vihették el ezeket a gyerekeket erre a felmondásra? A képek tanúsága szerint a szüleik. Önnek, a mi hazánk politikusaként, vagy igazából bárki másnak miköze van ahhoz, hogy egy gyermek szülője hol viszi a gyerekét? Na most ugye ez nem ilyen egyszerű. A törvényben le van írva, hogy egy homoszexualitást népszerűsítő propaganda rendezvényen egész egyszerűen nem lehet gyerekeket elvinni, és hogyha kérdezi, hogy nekem mi közöm van hozzá, közösségi emberként, tehát azt gondolom, hogy felelősek vagyunk egymásért. Állampolgári kötelessége lenne egyébként ezt bárkinek jelezni, tehát egy viszont kérdéssel élhetnék, hogyha ön bűncselekményt lát az utcán, önnek is kötelessége ezt bejelenteni a rendőrséget. Konkrétan a rendezvény szervezői ellen tettünk egyébként feljelentést, mert úgy gondoljuk, hogy a fő felelősség mégiscsak az övék. Azt majd a rendőrség el fogja dönteni, hogy ez milyen kategória, milyen büntetőjogi kategória, hogy a szülőknek a felelőssége ez. Nyilván az is, én mondjuk nem vagyok jogász, nyilván ezért a rendőrségre bíznám. Ezeket eljuttattuk már a rendőrséghez és megtettük a feljelentést. És elvárjuk a rendőrségtől, hogy szerezzen érvényt a törvénynek. A gyermeknek a lelki világa az sokkal képlékenyebb, mint egy felnőtté. Elég az, bőven elég az, hogyha a normalitástól eltérőt láttát, férfiak mennek kézen fogva, ne adj Isten, csókolóznak, stb. Nem részletezem. Ez már bőven elegendő arra, hogy az én képét megzavarja. Önnek az én képét megzavarta, hogy látott csókolózó férfiakat ezen rendben? Hát még egyszer mondom, hogy gyermekekről van szó. Az, én... az ön gyermekének az én képét ön szerint megzavarná? Az én gyermekeim nem látnak ilyet. Tehát nem látták ezt. Attól fél, hogy megzavarná az én képét? Ez egy valós félelem, igen. Ha már szóba került az a rendezvény, amit a Betyárság és a Mi Hazánk közösen tartott, ott ölelkezve, pusziszkodva köszöntik egymást a különböző tagok. Mi az a határ, amit láthat egy gyerek? Mi az, amit nem? Nyilván ezt a Betyársereg tagjaitól kellene megkérdezni. Láttam én is ezeket a felvételeket. Én nem gondolom egyébként, hogy ez egy olyan határvonal lenne, ami káros hatással lenne a gyermekek lelki fejlődésére. Rögzítsük, akkor két férfi puszia, ez belefér. Hát, hogyha nincs neki olyan szexuális tartalma, nyilván, tehát belemehetünk ilyenekbe, de a mi hazánk... mitől lehet tudni, hogy szexuális tartalma van egy puszina? Hát, mitől lehet tudni, tehát azt lehet látni azért, hogy... Nyilván ezek a felvételek nem olyanok voltak, hogy egymás szájára adták volna ezeket a puszikat, maradjunk annyiban, hogy az már nem férne bele. Ön hálás a Fidesz kormányzatnak a gyermekvédelmi törvény miatt? Ön szerint ez egy jó törvény, örül neki, hogy van? Én szerintem ez egy jó törvény, de igazán hálás, ha használhatjuk ezt a kifejezést. Én akkor lennék, hogyha ez nem csak a kommunikációs térben valósulna meg, tehát nem egyfajta ilyen kommunikációs állóháborút vívna a Fidesz, hanem be is tartatná. Ez politikusként hogy áll a szemben, hogy feljelentést tesz? Nézd, azt gondolom, hogy nem nekem kell magyarázkodnom, nem én tartozok magyarázattal, akkor, hogyha a rendőrség esetleg, és reméljük, érvényt szerez a hatályos jogszabályoknak, a hatályos törvénynek.